13 fok van. Ezeket a képeket február 2-án az Ady Endre utca 2-es szám alatti társasházban készítette a Fehérvár Médiacentrum stábja. 11 lakás maradt fűtés és meleg víz nélkül akkor a szolgáltató elzárta a gázt. Az egyik lakásban szivárgást észleltek, és a vizsgálatnál derült ki, hogy az egész rendszert fel kell újítani. Olyan hideg van. Ezek pedig péntek esti felvételek a harmadik Béla király tér egyik társas házában. Azt mondja a közös képviselő, aki egyben 37 éve a ház lakója is, hogy reggel kapcsolták le a gázt a házban. Az egyik ritkán ott tartózkodó érzett szivárgást ezért hívta ki a szolgáltató szakembereit, akik lekapcsolták a gázt az egész házban, mert nem a szabványnak megfelelő volt a készülékek beszerelése. Csavaros a, a gáznak a, a beszerelése az óránál. És az új szabályzat szerint ilyen csavaros beszerelés nem lehet, hanem csak hegesztett. De, de eddig is csavaros volt könyörgöm, és semmi bajunk nem volt. És én azt aláírom, és nehogy azt higgyék, hogy én azt mondom, hogy ha szökik a gáz, akkor nyugodtan éljünk, mert az baleset veszélyes. De hogyha ott, ahol, ahol szökött, azt megcsinálják, és a többi helyen nem szökik, akkor ebbe a mínuszba miért nem lehet visszakapcsolni a gázt? A közös képviselő azt mondja, a szolgáltató szerint akkor kapcsolják csak vissza a gázt, ha a lakók egy szakemberrel az egész házban felül a rendszert, és ahol nem szabványos megcsináltatják. A lakóközösség már egyeztetett egy vállalkozóval, aki szerint hét közepén már elvégezhetik a nyomáspróbát, addig azonban nem lesz gáz a lakásokban. Az EON szóvivője híradónk kérdésére telefonon elmondta, szivárgás esetén nincs mérlegelési lehetőségük, el kell zárniuk a gázcsapot egyházi Nikolett hozzátette, értesítették a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot is, hogyha kell gondoskodni tudjanak a lakókról.